A nyár végéhez közeledünk, nem sokára beköszönt a szeptember, mezőtúron az óvodákban karbantartási munkákat hajtottak végre az elmúlt 2 hónapban. Mit tudhatunk ennek a részleteiről? Valóban így van, hogy augusztus vége felé közeledünk, és a nyár elején, júniusban felmértük minden óvodánkban, hogy milyen karbantartási munkálatokra van szükség. Segítettek ebben az óvodapedagógusok, tagintézményvezetők, és beterveztük sorrendileg, hogy melyik óvodával kezdjük, illetve milyen munkálatok az a legfontosabbak. Így sor került természetesen tisztasági mezelésre, sor került néhány csoportszoba öltöző teljes festésére, van, ahol a csoportszobák részleges festést kaptak, hiszen készülünk arra, hogy remélhetőleg az az önkormányzati pályázat, ami az energetikára vonatkozóan beadásra került, ha sikeres lesz, akkor nyilván egy ablakcserét fognak létrehozni a csodavázrényűtő óvodán, és így igyekeztünk a minimális festést betervezni, hiszen lehetséges, hogy amikor ez megvalósul, illetve ha a nyert pályázat során az ablak kicserélésre kerülnek, akkor ott valószínű, hogy a festés is követi. Sorba vettük még a többi óvodánkat is, és hát nagy örömünkre szolgált, hogy az intézményellátó Kft. Segítségünkre volt ezekben a munkálatokban, és nagyon szépen köszönjük nekik azt a odaadó hozzáállást, amit tanúsítottak, és itt szeretném megköszönni az intézményellátó igazgatóasszonyának, Emikének is, illetve Csala Imrének is a munkáját, és hát természetesen a dolgozóknak a hozzáállását is. Sor került néhány óvodában a járdák felújítására, ami hozzásegíti a balesetmentes közlekedést az évek során a gyermekek, illetve a felnőttek számára is. Így a Rákóczi úti óvodában sikerült a járdák javítását megoldanunk, illetve a Csodavázrényi úti óvodának a hátsó bejáratánál a konyhai felül lévő részén is javításra került ez a terület. A nagy örömünkre szolgált, és nagyon régen óta már tervezzük, illetve pár éve tervezzük, hogy a Gyermekkert Kilián óvodának az udvarán biztosítjuk a szilárd burkolatú területet, ahol esős időszakban is a gyerekek tulajdonképpen tudnak a szabad levegőn tartózkodni. Tavaly sorra került a árnyékoló megépítésére, amit pályázatból, illetve a költségvetésünkből finanszíroztuk, és az intézményellátó dolgozói készítették el, és ebben az évben, illetve a nyár folyamán megvalósulhatott a térkővel való kirakása ennek a területnek, illetve a járdaszakaszok megépítése. Hát itt nagyon szeretném megköszönni a polgármester úr támogatását, illetve a műszaki iroda vezetőjének, Szűcs Károly úrnak a támogatását, és természetesen az intézmény ellátó dolgozóinak munkáját. A nyár folyamán természetesen több óvodában is került sor különböző kis munkálatokra, karbantartási munkálatokra, így mosdók, csaptelepek cseréjére, és amikor ami ebben az időszakban természetes minden óvodában, a konyhákban festésre, a Kilián óvodában az emeleten a pedagógiai szakszolgálat kiköltözött, illetve a Petőfi úton kapott elhelyezést, ezáltal az emeleti rész szabaddá vált. Ez nagyon jó volt számunkra, hogy így alakult, hiszen szeptember 1-től 18 csoportot kívánunk indítani, és a Gyermekkert óvodában 3 csoport helyett 4 csoportot, és 1 csoportot az emeleten tudunk elhelyezni, ezért ez az emeleti rész is kihasználásra fog kerülni. A nyár folyamán hogyan oldották meg a gyermekek elhelyezését itt Mezőtúron?
Előzetes felmérések alapján az igényeket felmértük, a szülők igényeihez alkalmazkodtunk, természetesen annak megfelelően biztosítottuk a pedagógus létszámot, illetve a segítő alkalmazott létszámot a csoportokhoz. Figyeltünk arra is, hogy az óvodák összevonása során 4-4 hétben azonos életkorú gyerekek kerüljenek egy-egy csoportban, így természetesen a tanköteles csoportba azok a gyerekek kerültek elsősorban, akik szeptember 1-től már az iskolát fogják kezdeni, és próbáltuk őket az ebéd után nyilván egy jó kis mesével, pihentető kis tevékenység biztosítása után megadtuk a lehetőséget arra, hogy természetesen nem kellett nekik lefeküdni, aludni, tehát ezzel is már próbáltuk szokatni az iskolai életmódhoz a gyermekeket. Minden óvodában az igényelt létszámot el tudtuk helyezni, és biztosítani tudtuk egész nyáron az óvodai ellátást minden gyermek számára, és természetesen az ingyenes étkezést is. Hogyan készülnek a 2016-17-es óvodai évre? Ugye itt augusztus végén, már az utolsó hetekben a kisebb, most induló csoportunkban a gyerekek bebenézegetnek szülőkkel, a bölcsődéből a gondozónénikkel, illetve ha úgy adódik és erre járnak, szívesen vesszük, hogy benéznek az óvodába. Már júniusban is voltak ilyen ismerkedő kis délutánok, napok. Most is tervezik az óvónénik ezeket az időszakokat. Elkezdődtek a családlátogatások, ahol az óvónénik a gyermekekkel a család környezetében ismerkednek meg, ezzel is segítik a beszoktatási folyamatot, illetve minden szülőt kérnek arra, hogy ha csak van idejük, akkor látogassanak be az óvodába, és tegyék könnyebbé az óvodai indulást a gyermekek számára.